Az Albafehérvár KC törzs szurkolói csoportja, az FKC Fanat X színes körítéssel várta a hölgyeket, akik az elmúlt szezonokban sokat tettek a klubért. Triscsú Krisztina és Szarka Adrián a szezon végén befejezte pályafutását, Töpfner Alexandra, Bardi Fruzsina, valamint Domokos Dalma eligazol Fehérvárról. Megedzünk, meg keddig edzünk, minden nap itt vagyunk. Mindig jó kedvel jöttem erre a parkétre, és boldog voltam, amikor kézilabdáztam. Valamelyest megnyugodott már a lelked, hogy vége az életed egy fontos fejezetének? Nagyon. Olyan szintű megnyugodott, hogy boldog vagyok, hogy vége van. Mindig bemelegítésnél már mindig itt néztem, hogy ki van a meccsen, vannak ugye törzs szurkolók, és bárhol is játszottam a szurkolók, mindig fontosak voltak nekünk. Ezt a bizalom, meg ezt a szeretet, amit tőlünk kaptunk, ezt nem lehet elfelejteni, és nem lehet pótolni. Az irányító és átlövő poszton maradandót alkotó Triscsuk mellett a balszélső Szarka Adrián is visszavonul, de ő marad a klub berkein belül, utánpótlás edzőként folytatja. És tényleg folytatja, hiszen eddig is dolgozott az Alba FKC egyik korosztályos csapatánál. A távozók közül Töpfner Alexandra jobb szélsőként komoly pályaívet futott be az Alba mezében, hiszen immár a válogatottnál is számítanak rá. Nagyon fognak hiányozni a lányok, mert nagyon sok időt töltöttünk együtt, ez a harmadik évem itt. Örülünk, hogy ezt megszervezték így nekünk, hogy a szurkolóktól is el tudunk köszönni, minden hiányozni fog, az egész pálya, a város, minden. Nagyon jó eredményt értem el itt, hiszen én másodosztályból érkeztem utolsó pillanatban, és évről évre sikerült felépítenem magam, és nagyon sokat köszönhetek a Fehérvárnak, hogy játéklehetőséget kaptam, és ezzel élni tudtam. Bardi Fruzsina 2 év, Domokos Dalma 1 szezon után intett búcsút az Alba Fehérvár KC csapatának.